A helyi adóforintokat idén is visszaforgatjuk a városnak a támogatások, az intézmények működtetése és a beruházások formájában, hangsúlyozta Szabó Péter a nagyadózók számára szervezett hagyományos rendezvényen. A város polgármestere az elmúlt időszak eredményeit és a jövőbeni terveket is ismertette. Emlékeztetett, a kormány előtt van egy városfejlesztési elképzeléseket támogató előterjesztés, amiből a helyi vállalkozások is profitálni fognak. Mintegy 40 milliárd forint fog érkezni Paks városába, nyilván a Paks 2-es beruházáshoz kötődő városi fejlesztések kapcsán. Én azt gondolom, hogy a nagyvállalkozók is, vagy a nagyadózók is tudnak ebből profitálni hosszú távon, úgy, ahogy eddig is profitáltak hosszú távon a Paks 1 építésekor és az üzemelésekor is nagyon sokat tudtak profitálni, hiszen Pakson azért én azt gondolom, hogy nagyon sok munka lehetőséget tud biztosítani a Paks 1, akár a beszállítói oldalon, illetve hát köszönet megint a nagyadózóknak, hiszen ők is ennek köszönhetően, én azt gondolom, hogy munka lehetőséget tudnak biztosítani a paksiaknak, úgyhogy nagyon jó az együttműködés. A város legnagyobb adófizetője az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A cég a helyi adók befizetése mellett egyéb támogatásokkal is hozzájárul a városlakó komfortérzetének növeléséhez. Az atomerőműnek a jelenléte egy nagy lehetőség a város részére és a város lakói részére, hiszen élvezhetik mindazt a támogatást, amit építményadó és ingatlanadó formájában a város veszed. Emellett természetesen az atomerőmű civil szervezetek és más tevékenységek, sporttevékenységeknek a támogatásában is részt vesz. Ezeket hosszasan tudnám felsorolni. Talán a legújabbal kezdeném a judó központtal, ami megint egy új. Ugye természetesen a versenysportot és a tömegsportot is támogatjuk, hiszen a lakosok részére például a focipályánk edzőpályaként a lakosság részére egész évben kerekében rendelkezésre áll. Emellett tette hozzá Kovács Pál, az atomerőműbe érkező évi mintegy 30 ezer látogató bevételeket generálhat a helyi vállalkozások számára. A közhatalmi bevételek a város összes bevételének 49%-át teszik ki, ez mintegy 9 milliárd forint helyi adókból származó bevételt jelent. A mai nap is gyakorlatilag azt igyekszik szimbolizálni, hogy nagy tiszteletben tartjuk az itt működő vállalkozásokat, mert nem szabad elfelejteni, hogy az ő vállukon állunk részben. Egy másik rész persze ugye az állami normatív támogatások, és aki befizet a kasszába, azt mindenképpen nagyon erősen figyelembe kell venni, meg kell hallgatni, és a javaslatait be kell építeni a jövőbeni tevékenységünkbe. Paks polgármestere kiemelte, eddig is az volt a cél, hogy minél több szolgáltatást biztosítsanak a város lakóinak, a jövőben is a lehetőségeikhez mérten meg fogják ezt tenni.